Köszöntöm Önöket, Kocsisen Brigitta vagyok. Ez pedig a Novum, az Innováció, a Tudomány és a Technológia magazin műsora. A tőlünk megszokott kemény műszaki technológiai témák mellett ma egy történelmi kiállításra is invitáljuk Önöket. Mutatom, miről lesz szó a következő fél órában. Kompozit fémhabok. Egyedülálló lehetőségek a fém alapanyagok világából. Nanooptikai labor. Egy sikeres lendület kutatócsoport a Wigner Fizikai Kutatóközpontban. Nem csak játék. Drónfelismerő rendszert fejleszt egy hazai cég. Sisi. A legendás királynét bemutató szegedi kiállításon jártunk. Definíció szerint a kompozitok olyan műszaki alapanyagokat jelentenek, amelyek két különböző fizikai és kémiai tulajdonságokkal bíró alkotó részből állnak, köztük pedig egy határréteg teremt kapcsolatot. Ilyen például a fémhab is, amely szivacsszerű szerkezetével egészen új megoldást jelenthet az ipar számára. A kompozit fémhab a fémhabok családjának egy speciális ága. Ez egy erős, szivacsos szerkezetű anyag, mely egy egészen új megoldást jelentett az ipar számára. Ahhoz, hogy szélesebb körben alkalmazzák őket, magyar kutatók is dolgoznak azon, hogy költséghatékony módon minél stabilabb tulajdonságú anyagot hozzanak létre. A fémhaboknak rengeteg fajtája van, és a fémhaboknak az egyik legfontosabb jellemzője az, hogy mekkora a porozitása. A porozitás mutatja meg, hogy a térfogatuknak hány százaléka, hát most így mondom, hogy levegő, de ez lehet más milyen gáz is, tehát tulajdonképpen, hogyha egy egyszerű példával akarok élni, akkor mindenkinek az otthonában feltehetőleg van mosogató vagy fürdő szivacs, ami műanyagból, polimerből készül, ugye fel tudja szívni a vizet, és ez egy ilyen lyukacsos szerkezet. Ezeknek a polimer haboknak a porozitás az olyan 70-80-60 százalék lehet. Na, mi ugyanezt gyártjuk fémből. Nyilván nem olyan könnyen összenyomható, tehát nem lehet fürdéshez vagy mosogatáshoz használni, de ugyanúgy porozitást tartalmaz, és ez adja ugye a könnyedségét. Ez az újonnan fejlesztett mátrix anyag, megtartva a fémek kedvező tulajdonságait, a jövőben felhasználható lehet az autó, az építő, sőt még a hadipar számára is. Sok olyan szerkezeti elemet ki lehetne vele váltani, ami mondjuk ma acélból készül. Az acéloknak a sűrűsége mondhatjuk, hogy durván 7,8 g per köbcentiméter, az alumíniumnak 2,7, tehát nagyon durván az egy harmadának mondható, míg az alumíniumból készült fémhaboknak pedig olyan 1,5-1,7 g per köbcentiméter, tehát hogy nagyon könnyűek tudnának ezek a anyagok lenni. A BME egyik laborjában ennek az újszerű anyagnak az előállítási folyamatát is végig kísérhettük. Első lépésként egy öntőformát kell gyártani. Ez az öntőforma egy zárt szelvényből áll, aminek az alja az be van hegesztve. Erre egy csövet hegesztünk rá, aminek a belső ugye ki van furva. Ezen tud majd a fölösleges gáz távozni, ami a gömbök között van. A töltőanyag, ami magába a fémhabba az üregeket létrehozza, azok kerámia gömbhéjak tipikusan, vannak kisebbek, nagyobbak, különböző anyagokból, úgyhogy ezeket szoktuk beletölteni töltőanyagként. A mátrixanyag, ami a fémhabot alkotja, tipikusan alumínium, itt látható egy ilyen darab, amit meg kell olvasztani, ezt egy indukciós kemencében olvasztjuk meg, és ezt követi maga az öntés. A kemencében megolvadt alumíniumot ráöntik a gömbhéjakra, és nyomást helyeznek rá. Miután az anyag kihűlt, különböző vizsgálatoknak vetik alá. Az anyag teherbírását nyomóvizsgálatok során figyelik meg. Első lépésben a próbatestet behelyezzük a nyomó lapok közé, majd utána a berendezéssel ráállunk, hogy pontosan érintkezzen a felső és az alsó lap a próbatestünkkel. Ezek után pedig el tudjuk indítani a mérést. Az ideális nyomóerő az attól függ, hogy mekkora a kezdeti keresztmetszetünk, hiszen a nyomóerő és a keresztmetszet hányadosából kapjuk meg a feszültséget. Ez a feszültségérték az, amiből minél nagyobbat szeretnénk. A maximális erő után nem rögtön leesik a terhelésünk, hanem egy viszonylag magas szinten nagyon sokáig fennmarad. Emiatt nagyon nagy energiát tudunk vele elnyelni, és ez ugye különböző ütköző elemekben nagyon hasznos lehet.
A terhelhetőség mellett elektromikroszkóp segítségével megfigyelik a fémhabok szerkezetét is. Amit lehet az elektromikroszkóp segítségével vizsgálni, az anyagoknak a pontos tömegszázalék, illetve atomszázalék szerinti összetétele. Tehát meg lehet mondani azt, hogy a periódusos rendszerben az egyes elemekből hány százalék található az anyagban. Ezt meg tudjuk mondani pontszerűen is, illetve területszerűen az adott mintára. Ez azért nagyon fontos, mert ha a fémhabok esetén szeretnénk vizsgálni a benne található töltőanyag és a mátrixanyag határrétegét, akkor fontos tudnunk, hogy ez az átmenet ez hogy néz ki, a töltőanyagból esetleg milyen elemek azok, amik bejutnak a mátrixanyagba, és ezek tudják befolyásolni a mechanikai tulajdonságainkat is. Az MTA Lendület program által támogatott kutatócsoport 2018 óta foglalkozik ennek az anyagnak a költséghatékony előállításával, mechanikai tulajdonságainak vizsgálatával és fejlesztésével. Jelenleg még kevesen ismerik és alkalmazzák a fémhabokat, ám a jövőben ez lehet az ipari alapanyagok legújabb generációja. A következő percekben utunk egy egészen különleges helyre, a Wigner Fizikai Kutatóközpontba vezet, ott is a nanooptikai laborba. Az itt végzett vizsgálatokkal nagysebességű optikai áramköri elemek fejlesztését is elősegítik, amelyek a jövő számítógépeinek alapját is képezhetik. Egy nanoszekundum szükséges a fénynek, hogy megtegyen 30 cm-t a levegőben. Gondoljanak bele, milyen elképesztő gyorsaságról és milyen apró méretekről van szó. A fény és a nanorendszerek megfigyelése, kutatása és gyakorlati hasznosítása egy speciális szakterület. Ezzel foglalkozik Budapesten a Wigner Fizikai Kutatóközpontban a nanooptikai kutatócsoport. Már körülbelül 10 éve csináljuk az ilyen típusú kutatásokat. Alapvetően alapkutatásként indult ez az egész program. Ezeket az alapkutatásokat, amik a fény és nanostruktúráknak a kölcsönhatásával kapcsolatosak voltak, ezeket terjesztjük ki most különböző alkalmazások irányába. Az itt végzett kísérletekkel a jövőben sokkal nagyobb sebességgel lehet majd számítástechnikában logikai műveleteket elvégezni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a hagyományos mikroelektronikai eszközöknél körülbelül ilyen gigaherces órajelekkel dolgoznak, ugye ez megadja azt, hogy milyen gyorsan tud például egy processzor valamilyen elektronikai jelet feldolgozni. Hogyha ezt az egész jelet, ezt az egész mikroelektronikai jelet, amit ugye a processzorok feldolgoznak, ezt optikai jelekre tudnánk cserélni valami megfelelő technológiával, akkor hát első közelítésben, vagy első lépésként akár egy ilyen százszoros vagy ezerszeres sebességnövekedést lehetne elérni számítástechnikai eszközökben. Ez még egy nagyon hosszú út természetesen, de az alapvető építőelemeit az ilyen eszközöknek teszteljük ennek az EU-s támogatásnak köszönhetően. Ha egy számítástechnikai probléma megoldási idejét nézzük, akkor ez azt jelenti, hogy ami eddig 3 évet vett igénybe, az ezzel a megoldással akár 1 nap alatt megvalósítható lehet. De ennek a gyorsaságnak az eléréséhez ultragyors, úgynevezett nanooptikai kísérleteket kell elvégezni. Egy ultragyors nanooptika, ez tartalmaz magában egyrészt egy időbeli paramétert, másrészt pedig egy térbeli paramétert, tehát az ultragyors arra vonatkozik, hogy mi nagyon gyors folyamatokat vizsgálunk, ehhez állnak rendelkezésünkre ezek a nagyon rövid fényimpulzusokat biztosító lézerek. A nanooptika pedig arra utal, hogy ezek nanométeres tartományban, tehát nagyon pici térrészekben valósulnak meg. Részt veszünk egy PETACOM elnevezésű Európai Unió által finanszírozott projektben, aminek az a célja, hogy a jelenleginél sokkal gyorsabb sebességeket tudjunk elérni jelfeldolgozás terén, de ehhez egy teljesen más megközelítés szükséges, és ezt olyan módon tervezzük megvalósítani, hogy a töltéshordozókat ultragyors fényimpulzusok segítségével irányítsuk, terelgessük, és itt egy ilyen kísérletet fogok bemutatni, ez van itt összeállítva mellettem. A másik kísérletben egy elektronspektrométer nevű berendezéssel mutatták be nekünk, hogyan lehet mérni az elektromágneses térerősséget. A lézer fényforrásból a nyalábot betereljük a kamrába ezen a
az ablakon keresztül, és itt bent egy fókuszáló optika, egy leképező optika lefókuszálja a nyalábot a mintára. Ennek következtében kellően nagy intenzitás fogja érni ezeket a nanorészecskéket ahhoz, hogy elektronok lépjenek ki a felületükön. A kilépő elektronok azok belépnek ebbe a csőbe, amiben különböző ilyen elektron optikák találhatóak, és ezek ezzel a félgömb analizátorral együtt leképezik őket egy detektorra. És a detektor képét rögzítjük és jelenítjük meg a számítógépen, illetve dolgozzuk fel az így kapott adatokat. Azért kell meghatározni az elektromágneses tér erősségét a nanostruktúrákon, mivel ezekben a jövőbeli alkalmazásokban nagyon fontos, hogy minél nagyobb térerősséget érjünk el ezekben az áramköri elemekben, azokban a fotonikus vagy optikai áramköri elemekben, mivel bizonyos számítási műveletek igénylik azt, hogy kellően nagy legyen a térerősség. Bizonyos ilyen logikai kapuk működéséhez szükséges ezeknek az optikai közeltereknek megfelelő nagysága. Azt figyelembe véve, hogy ez a technológia mennyire gyerekcipőben jár, azt figyelembe véve egy ilyen 3-4-5 év alatt, hogyha egy ilyen kis alapépítőkövét, egy kis alap nanoáramkörnek a működését tudnánk demonstrálni, úgyhogy ez a működés sokkal gyorsabb, mint a mikroelektronikai eszközökben, az már egy hatalmas eredmény lenne, és ezért is veszünk részt ebben az együttműködésben, hogy ezt meg tudjuk tenni. Így Budapesten a Wigner Fizikai Kutatóközpontban működő nanooptikai kutatócsoport a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatásával világszínvonalú eredményeket érhet el az optikai alapon működő számítógépek létrehozásában. A világ egyik legnagyobb gyógyszeripari vállalata, a Novartis, magyar digitális egészségügyi innovációk számára startup versenyt hirdet. A Digital Health startup versenyre ötletekkel és már működő megoldásokkal is várják a pályázatokat. A megmérettetés keretében elsősorban két kihívásra keresnek digitális megoldást. Egyrészt az orvos-beteg találkozók adminisztrációs terheinek csökkentésére, másrészt a szklerózis multiplex betegség korai felismerésének elősegítésére. A nyertes csapat projektje megvalósításában együttműködhet a Novartis-szal, 3 millió forint összértékben média megjelenést, valamint az MFP csoporthoz tartozó High Ventures-től gyorsított eljárás keretében befektetési lehetőséget kap. A hat döntő startup a szeptember 30-ai Digital Health Summit konferencián személyesen mutathatja be projektjét a zsűrinek. Azt is mondhatnánk az egykori népszerű film nyomán, hogy a drónok már a Spice-ban vannak. Itt keringenek fölöttünk, és csak furcsa zümmögésük jelezheti a jelenlétüket. Az átlagpolgár, ha akar, akkor sem tud védekezni ellenük. De legalább a repülőterek, ipari vagy energetikai létesítmények védelmére már készülnek megoldások. Egyelőre főként az illetéktelen behatolók felderítésére. A drónok óriási lehetőséget jelentenek. Forradalmasíthatják a közlekedést, átalakíthatják a csomagküldő szolgáltatásokat, lehetetlen felsorolni azokat a területeket, ahol felhasználhatók. És ez már nem jövő idő, ez a jelen. De olyan dolgokra is alkalmasak, amelyeket szeretnénk elkerülni. Hogyan lehet az illetéktelen drónokat felderíteni? Erre szolgál az a rendszer, amely egyelőre a fejlesztés elején tart. Ez ugye egy dróndetektáló rendszernek az egyik eleme, az iránymérő, maga a berendezés az itt van elhelyezve az épület tetején, és a drón által kibocsátott rádiófrekvenciás jelet, amit meg tud különböztetni a környező zavaró, hasonló frekvencián működő adóktól, annak az irányát tudja bemérni, és amennyiben több ilyet helyezünk el, akkor a metszés pontjában lehet látni, hogy a drón az nagy valószínűséggel ott van. A rendszernek nagy előnye az, hogy nem csak a
drónt, hanem magát a kezelőt is be tudjuk mérni irány szempontjából. Tehát gyakorlatilag a jelenleg ismert rendszerek közül az egyetlen, ami a kezelő helyzetét is nagy valószínűséggel meg tudja határozni. Az utolsó mondat különösen fontos. Nagy-Britanniában órákra leállt a légi közlekedés, mert drónok zavarták a repülőgépeket, és nem tudták, ki irányítja őket. Ha egy repülőeszköz maga is kibocsájt rádiójeleket, akkor viszonylag egyszerűbb észrevenni. De ilyen jeleket nem csak a drónok sugároznak, gondoljanak egy repülőtérre. Ezek azok a kihívások, amiket meg kell oldanunk többek között. Tehát rengeteg Wi-Fi-jel, Bluetooth-jel, tehát mindazok az eszközök, amiket a köznapi életben mindenki elterjedten használ. Tehát a feladat az az, hogy megkülönböztessük a videójelet, amit a kamera sugároz, ezektől a jelektől. Hogy az antennát is megnézzük, felmásztunk a tetőre. Az antenna lehet hordozható, ebben az esetben fix telepítésű. Belül is van, ez alatt a búr alatt is vannak antennák, kívül is elhelyeztünk antennákat, ez különböző frekvenciasávokra szolgál, de mint említettem, ez egy prototípus, tehát ez egy viszonylag kezdetleges, a projekt elején lévő állapotot tükröz, ez a későbbiekben valószínűleg változni fog, ahogy egyre több drónt fogunk majd megismerni, egyre több kommunikációt kell majd detektálnunk. Miért nehéz a drónokat felfedezni? A technika fejlődik, a jogi szabályozás messze elmarad ettől. Egyik napról a másikra olyan eszközök jelennek meg, amelyek nem csak külsejükben mások, de a vezérlésük is eltérhet a korábbiaktól. Egy drónt elég lehet egyszer beprogramozni, ezt követően pedig teljesen önállóan képes a feladatát végrehajtani. Vagyis nem sugároz rádiójeleket. De akkor hogyan lehet földeríteni? Akkor jön a radarelv, aminek az elve az az, hogy kisugározzuk a jelet és a visszavert jelet tudjuk detektálni. Ennek ugye van egy olyan veszélye, hogy a drón és a madarak teljesen hasonló méretűek, a reflexiójuk közel ugyanaz, a madarakra nagyon sok hamis riasztást kapnánk. Erre fejlesztünk, illetve próbálunk most tökéletesíteni egy olyan módszert, ami az úgynevezett mikrodoppler érzékelés. Az alapja az az, hogy a forgó rotort tudja, és ugye kevés madár van, aminek forgó rotorja lenne, azt tudja külön detektálni, és így a madarakat meg tudja különböztetni a drónoktól. Radar címszó alatt se valami nagy berendezésre gondoljanak. Ez itt például egészen kicsi. Itt vannak az antenna elemek, és attól függően, hogy ezeket milyen sorrendben tápláljuk meg, tehát kis fáziskéséssel kapja, attól függően ugye vagy arra néz, vagy erre néz. A számítógépen tudjuk rögzíteni az adatokat, illetve itt jön elő az a funkció, hogy a szenzor fúzió, ahol a szenzorok egymással kommunikálnak, tehát amikor az iránymérő már beméri, hogy ott valahol lesz valami, majd amikor beindítják a drónt már bemért valamit, akkor a radarnak lehet a szoftverét úgy alakítani, hogy ebből az információból ő már arra a területre koncentrál, hogy ott lesz majd valami. Ettől függetlenül persze figyeli a többi részt is, de a finom felbontás nagy érzékenységet tudja abba az irányba koncentrálni. Felmerül a kérdés, mennyire érdemes egy a drónok felderítésére képes rendszert létrehozni? Vannak a nagyvilágban különféle rendszerek, ezek jellemzően katonai megoldások, tehát a múltban ezek elsősorban katonai felhasználók számára készült eszközök, rendkívül drágák, illetve maga a drón kommunikáció egy speciális osztályzást igényel ehhez képest, tehát egyfajta ráfejlesztés mindenkinek a világon el kell végezni ahhoz, hogy egy sikeres és jól működő eszközt készítsem. Az egész rendszerről annyit, hogy pillanatnyilag most indulunk a fejlesztéssel. Az alapelveket, mint látjuk már, kipróbáltuk, azok működnek, de rengeteg feladat van még ezen a területen. Nagyon sokféle drón létezik, nagyon sokféle frekvencián, nagyon sokféle kommunikációs módszerrel, tehát ez még rengeteg olyan feladatot ró ránk, ami között nagyon sok olyan van, ami valószínű zsákutca lesz, de itt jön elő a mesterséges intelligencia, megtanítani a rendszert arra, hogy a újonnan megjelent drónt azt minél előbb felismerhessen, mert ezeket tanítani kell, ezeket a rendszereket. Ez egy több éves munka lesz, de folyamatos fejlesztésben vagyunk. Tudták, hogy a lovaglás és a vadászat mellett vásárolni és utazni szeretett a legjobban a magyarok királynéja? A viharos 19. században ilyenkor érezte magát a legszabadabbnak Sziszi.
A Szegedi Móra Ferenc Múzeum új időszaki kiállítása korabeli relikviákon keresztül enged betekintést a legendás császárné életébe. De vajon milyen lenne a mai élő Sisi, akit sokan Diana-val hoznak párhuzamba? Centiméteres derékbőségével korának legkecsesebb nőinek számított Wittelsbach Erzsébet, azaz Sisi. Ezt jól bizonyítja az a ruhaderék is, amit a 61 éves császárné a Genfben történt merénylet napján viselt 1898-ban. Karcsúságáért sokat tett a fiatalon császári családba házasodott Sisi. Bár Ferenc Józseffel való kapcsolata ugyan szerelmi házasságnak indult, Európa legkonzervatívabb dinasztiája örökre megpecsételte sorsát. Egy szabadon felnövő, egy bajor herceg lány, aki rengeteget sportol, hegyekbe jár, ahogy mondanák most, elég sokat bakancsolt, sportos volt, tehát, és nem tűrte azokat a békjókat, azokat a korlátokat, amelyeket azért a császárság etikettje megkövetelt egy udvarhölgytől, vagy egy lendő királynétól. Ő próbálta ezeket feszegetni, némely esetben sikerült is, de hát a legtöbbször meg kellett alkudjon ezzel, és beadta a derekát. A császári pár 1857-ben látogatott először Magyarországra, többek között Szegedre. Ez a két festmény is a jeles alkalomból készült a város megrendelésére. A különböző társadalmi rétegek, csoportok rendezvényeibe, a halászoknak a halfőző versenyét, ott voltak, megkóstolták, ott kaptak bográcsot, ezüst bográcsot aranyozva, magyar és osztrák szimbólumokkal. Természetesen a két fültartó az egy halászasszony lapáttal volt, és itt a, és nagyon szép szöveggel, hogy a hálás szegedi nép összességében a hódolatát teszi a császári párnak, ezt adták nekik. Ezeket pedig el is helyezték a fogadás időszakában, illetve a látogatás időszakában. A Városházán láthatta ezeket a képeket Sisi és Ferenc József is. És egy külön érdekesség, hogy Sisi csuklóján lehet látni egy kis karperecet, amelyben Ferenc József miniatűr képe van, úgyhogy ez egy kis huncut kedvessége, kikacsintás a közöttük lévő kapcsolatra. És ez a két festmény, ez a Móra Ferenc Múzeum gyűjteményében van, hála Isten, tehát saját alkotásként is be tudjuk itt mutatni őket. A múzeumi tárlatvezetéseken kulisszatitkokat is elárulnak Sisivel kapcsolatban, és fény derül valódi személyiségére is, mely egyáltalán nem olyan romantikus, mint a jól ismert Romy Schneider filmekben. Például ő neki volt tetoválása, de viszonylag idősen, már 50 éves kora környékén készítetett a vállára egy tetoválást, ami egy horgony volt. Nagyon szerette ugyanis a tengert, nagyon szeretett utazni. Tehát ő egy nagyon-nagyon különleges egyéniség volt. Sisi közkedvelt személyiség volt, bármerre ment, rajongtak érte. De vajon így lenne, ha ma élne? Egy picikét máskor, más helyzet, de mégis Diana hercegnőhöz lehetne őt nagyon sok szempontból hasonlítani. Bekerült egy kis vadócként egy uralkodó családba, a rendszerbe, a nagyon szigorú követelmények közé, ahol nagyon sok nehézségen ment keresztül, tehát nagyon sok hasonlóság van a két nő életében. Tehát én azt gondolom, hogy ha Sisi most élt volna, akár itt a 20. században, vagy akár most lenne közöttünk a 21. században, ez a személyisége, ez mindenképpen kedvelhető lenne, hiszen ne felejtsük el, hogy ő nagyon szerette a magyarokat. És vajon használná a social médiát, mint kommunikációs eszközt? Alapvetően egy visszahúzódó egyéniség volt. Tehát ő nem szeretett szerepelni, természetesen a kötelező protokoll eseményeken ott volt, ez nem is kérdés. Viszont volt olyan, hogyha mondjuk egy hosszabb utazásból megérkezett vissza Bécsbe, akkor felöltöztette valamelyik körülötte lévő udvarhölgyet, fodrász, komornát, valakit, hogy Sisiként szálljon le a vonatról, és rájuk irányuljon a figyelem, és addig ő maga pedig valamilyen másik vagonon keresztül titokban eltávozhasson a helyszínről. Tehát ő nem nagyon szerette a nyilvános szereplést, éppen ezért azt gondolom, hogy ő a digitális korban sem szeretne annyira a nyilvánosság előtt szerepelni. Bár Sisi 35 éves kora után nem engedte, hogy fotózzák, élete utolsó napjaiban egy amerikai amatőrfotósnak azonban sikerült lencse végre kapnia Sztárai Irma grófnő társaságában. A Sisi királyné feketén-fehéren egészen az év végéig látogatható a Szegedi Móra Ferenc Múzeumban. Thank you.
Remélem, hogy élvezték az elmúlt fél órát. Ha igen, akkor lájkolják a Facebook oldalunkat, ahol további tudományos érdekességeket olvashatnak. Adásainkat visszanézhetik a közmédia videótárában a mediaclick.hu oldalon, vagy saját internetes felületünkön a novumtv.hu-n. Javaslataikat és észrevételeiket elküldhetik e-mail címünkre, az info@novumtv.hu-ra. Most búcsúzom, egy hét múlva viszont ismét várom Önöket, viszontlátásra! Okay. Készült a Nemzeti Kutatási és Innovációs Alap támogatásával.